Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ugye a képből is látjátok, az Olive nevű videóvágó eszközt szeretném bemutatni. Gyakorlatilag mi is az az Olive, és miért érdekes, vagy esetleg miért lehet számunkra érdekes? Nyilvánvalóan felmegyünk a honlapjukra, megnézzük, hogy mit mondanak saját magukról. Hát ők bizony azt mondják saját magukról, hogy szuperek, és egy nem lineális videóvágót teljes eszközkészlettel gondoltak el készíteni. Ez egy olyan 2 éve környéki projekt, azaz azért tudjuk azt, hogy ez nem teljesen kifort, és ahogy ők mondják, alfa verziójú, tehát még nagyon a kezdeti stádiumban van. De ennek ellenére, hogy itt van ez a nagy és kirívó alfa, és kifejezetten elmondják ők azt, alfa verziónak tartják, és vigyázz vele, mert ez nem kész dolog, ez készül folyamatosan, folyamatosan jelennek meg, elég ritkán a stabil verziók, és mindig lehet a, hát hogy is mondjam, napi építésekkel barkácsolni, ellenjavalt véleményem szerint, inkább használjátok az utolsó stabilágat, de lényeg az, hogy ők elmondják, hogy hát alfa, én meg azt mondom, hogy igen, ők alfa verziónak mondják, de ez már olyan, amit érdemes bemutatni. Miért? Mert én kipróbáltam régebben, kipróbáltam az elmúlt napokban, és kiderült, hogy nagyon jól működik, stabilan működik, szépen működik, azaz különösebb gond ezzel számomra nem volt. Az eszközkészlete, majd megnézzük, egy picit szükebb, mint amit én a KDN Live-nál megszoktam, de a vágási funkciói és az egyéb ilyen kis extrák, amiket ők beletettek, egy kicsit újdonság, innéd-onnan összeszedelgetett dolog, azokért érdemes kipróbálni. Nem azt mondom, hogy termelésre erre át kell állni mindenképp, és ez a csúcs, de egy nagyon jó szabad szoftvert szeretnék bemutatni, azaz egy ingyenesen használható videóvágót. A telepítés úgy működik természetesen, hogy letöltöd, vagy inkább azt mondom, hogy a tárolóból, például az Aurból feltelepíted és elindítod. Egy átlagos videóvágót fogsz kapni. Nézzük is meg, hogyan néz ki az az átlagos videóvágó. Én már elindítottam, és nézzétek meg, úgy néz ki, mint egy átlagos videóvágó. Itt van az a rekesz, amiben belepaklásszuk a videókat, hanganyagot, egyebeket, szépen beledobáljuk. Ez is ismert. Itt a felirat szerint van egy nézegető rész, meg az effektusok. Hát ez megszokott, KDN Live is így néz ki, ez pedig mutogatja a videót, amit éppen vágunk. Itt pedig a vágósáv van, azaz újdonságot már mint kinézetben nem fogunk találni, ami azért is jó, mert nagyon zavaró lehet sok embernek az, hogyha éppen elkezd valamivel dolgozni, mondjuk dolgozott a KDN Live-val, és át kell ülni a Olive-hoz, és akkor azt kell keresni, hogy hova kell berakosgatni a nyers videót, hanganyagot, egyebet. Itt az kinézet egy hagyományos standard, ami nagyon kellemes egy áttérőnek, egy kezdőnek, hiszen a legtöbb leírásban ezeket a kinézeteket találja meg. Itt van a vágósáv, itt van a tárolóeszköz, itt van a különböző effektusoknak a helye, amiket tudsz használni, és itt van a videóképet mutogató, tehát az aktív videóképet mutogató rész. Szuper! Hát kezdjük is el a használatát. Természetesen a használat első lépcsője, hogy valamilyen képeket berakosgatunk ide, berakosgatunk egy videót, az i3VM-ről készült videómat húztam be, egyszerűen csak azért, mert hogy látjátok, az i3 felületet használom, hát akkor annak a videóját, kész videóját vagdaljuk össze-vissza. Látható, a behúzás nem okozott semmi gondot, azaz gyakorlatilag be is tudod húzni, egy kicsit át tudod rendezni a kinézetét, ahogy szeretnéd. Én ezt a kinézetet szeretem, amikor szépen fel van sorolva minden, de van egy kicsit nagyobb, meg van még nagyobb kinézet, kép, hogy megtaláld, amit keresel. Pár eszköznél, pár videóhang és képanyagnál ez a kinézet is jobb, de amikor már több van és össze-vissza innéd onnan, hogy összeszedett nevekkel van, akkor már nem biztos, hogy olyan kényelmes ez a megoldás, át tudsz váltani.
hozzá tudsz adni a projekthez egy mappát, és a mappába bele tudod rendezgetni a dolgokat, ha éppen olyan kedved van, hogy oda bele szeretnél valamit tenni, látható bele is került, és itt is megvan. Lényeg, mappák szerint is össze tudod rakosgatni. Oké, a következő lépés, kezdjünk el játszani vele, gyakorlatilag az egész egy játék. Megfogod, a vágósávra ráhúzod, megkérdezed, hogy milyen paramétereket szeretnél, én elfogadom, ami kész, és ennyi. Rajta is van, itt van a vágóél, amit húzogathatunk, látható, húzogathatunk, újdonságot ez nem fog számodra adni, hiszen a legtöbbe pontosan így van. Az első, mivel ez egy videóvágó eszköz, vágjunk. A vágásnak három metódusa van itt, van több és többféleképp is meg tudod oldani a vágást. Én mind a hármat megmutatom, mert érdemes mind a hármat ismerni. Az első gondolat az, hogy ide mész erre a kis pengére, és rákattintasz, és itt el fogjuk vágni. El fogjuk vágni. Láthatóan elvágtuk, és ezt az első részt ki szeretném törölni. Mutatóeszköz, én szeretek a mutatóeszközre mindig rámenni, rákattintunk, látható az effekteket, már nulla értékkel, egy-két effektet nulla értékkel berakott ide, tehát 100%-os kinézettel meg egyebek, tehát gyakorlatilag itt minden olyan megvan, ami számunkra kell. Oké, ezt az első részt szeretném kitörölni. Jobb egérgomb és a delete gombra nyomva el fogod tudni tüntetni, azaz a kivágást így meg tudtad készíteni. Egyszerű, nem? Máshol is így működik. A másik módszer, ami nagyon kényelmes, és hát szerintem egy professzionális elgondolás, az, hogyha te egy videó elejét és egy videó végét leszeretnéd vágni, nyilvánvalóan a közepét megtartva, akkor a legegyszerűbb dolog mi, ha megfogod az elejét, és odatolod az elejét jelképező valamit, ezt a vonalat, ahol indítani szeretnéd a videót. Hát ez nagyon egyszerű, erre rákattintasz, és elkezded húzni. Itt a hangsávot nézzétek, és elhúztuk idáig, ahogy láttuk, idáig húztuk, és előre odaugrott. Ez a hangsávnál lehet látni, hogy ahol a vágó él volt, odáig húztam nagyjából, az ott lévő kép ott van a hátuljáról, tehát a végéről is, egy kicsit összenyomom, hogy higgyétek el nekem, megint rámegyünk ide, ide megyünk, és annyit vágsz le, amennyit akarsz, ilyenkor természetesen nem ugrik előre, nem igazodik az előtte lévőhöz, hanem a végét kidobja, azaz le tudsz vágni belőle. Az elejének, a végének a vágására ez nagyon-nagyon kényelmes. Van egy másik módszer, ami számomra nem annyira izgalmas, ha a végéből szeretnél levágni, oda mész a végéhez, és megnyomod a dupla V betűt, és eltűnik a vége. Ha az elejéből szeretnél levágni, megnyomod a Q betűt, és az elejéből eltűnik az, ami nem kell. Tehát így is a közepét meg tudod tartani, a két végéből így le tudsz csonkolni. Nyilvánvalóan, és ez egy nagyon kellemes dolog, ezek nem eltűntek a nagy semmiben, hanem mondjuk a végénél nem csak csonkolni tudsz, hanem még tudsz hozzáhúzni. Tehát, hogyha mégis hát levágtál egy olyan darabot a végéből, ami jó lenne, hogyha ott lenne, akkor csak ide-oda húzogatod. Nagyon profi, mert hogyha egy videó, például ennek a videónak az elején köhögtem, készültem, ide-oda állogattam a ablakokat, lapozgattam, néztem a jegyzeteimet, azok bennetek igazából nem érdekel, meg azt ezzel villámgyorsan le tudom majd vágni. Azaz a vágási metódusok nagyon egyszerűek. Nyilván aki az én vágok egy darabot, és húzok egy vágást, mint a régi szallagoknál, pengével elvágom, ő neki a razor, tehát a penge eszköz, amit előbb mutattam, az lesz a kedvence. Miután valamit földaraboltunk, azt hiszem egyértelmű, hogy szeretnénk azt mozgatni is, hiszen egymás fölé, alá, egymásra szeretnénk valamit helyezni, nyilvánvalóan itt is van lehetőség, daraboljuk is föl. Vágjuk el itt, és vágjuk el itt,
a razorral, tehát a pengével, hiszen darabolunk, és nem csak csonkoljuk az elejét vagy végét, megkeressük a nyilacskát, majd erőteljesen kijelöljük azt a részt, amit szeretnénk mozgatni. És így lehet látni, szépen el is tudod mozgatni, össze is tudod keverni, azaz a mozgatással itt különösebb problémád nem lesz. Egyetlen egy érdekességet szeretnék megmutatni, nagyon kis aranyos dolog, és szerintem olyanok találták ki, akik valóban videó vágnak, és sokat használják ezt az eszközt, hogyha mind a két sávból szeretnénk vágni ezt az oszlop részt, tehát két-három sáv van egymás fölött, és mindegyiket párhuzamosan ugyanott el akarjuk vágni, akkor fogjuk a kijelölő eszköz, és egy téglalapot rajzolunk. Kirajzoljuk azt a részt, amit kivágunk, és egy deal gombot, nyomunk egy delete, és el is tűnik. Azaz, hogyha egymásra van halmozva sok vágósáv, és sok effektus, minden ott van, és valóban egy egységes vágást szeretnél, akkor ezzel gyorsan meg tudod tenni, azt a részt kivágod az egészből, és utána szépen használhatod is tovább. Oké, ez a kitérés után egy kicsit a Ctrl-Z-t nyomkodjuk, hiszen az volt a lényeg, hogy hát bemutassam, hogy tudjuk ezeket mozgatni. Mozgassuk is egymásra a két részt, így egymásra tudjuk. Figyeljetek, hogyha ugyanazban a sávban van a két rész, amit egymásra akartok nyomni, egymásra tudjátok nyomni, de gyakorlatilag előfordulhat az, hogy és valószínű, hogy így történik, hogy rátolja, és az egyikből az a rész, amit vagy tolsz, vagy amire rátolsz, elveszik. Azaz nem egymásra kerül, hanem az egyiket kitúrja a másik. Oké, lényeg, effektusok. Videó effektusokból megmutatom, mennyi van. Hát igazából átlagos mennyiség, jól használható, és kényelmes, azaz nem fogsz beleütközni normál felhasználásnál, hogy valamelyik effektusod nem lesz. Átmenetek. Na hát az átmenetek egy kicsit más megoldással fognak működni, mert az átmenetek itt vannak. Van összesen 2, ami gyakorlatilag 4, de itt az átmenetnek a mienségét határozzuk meg, amit például a KDN Live-nál beállításoknál lehet meghatározni, szóval átmenetek szintjén hát elég kevéske. Az átmenet készítése itt egy kicsit trükkös, nem nehéz, nem balhés, és nagyon gyorsan meg lehet tanulni. Átmenetet úgy csinálunk, hogy lehúzzuk ide a hangsávot, és elmozgatjuk azt a távolságot átfedésbe, legalábbis én így csinálom, amit szeretnénk átmenetesíteni. Az átmeneteszköz ez vagy ez, én nekem ez jobban kézre áll, megszoktam, hogy ott van, rákattintasz, kiválasztod a nagyon sok 4, ami gyakorlatilag 2-1 átmenet, és ide mész, lenyomod a bal egérgombot, és kijelölöd azt a távolságot, amiben az átmenetet szeretnéd használni. Nagyon jó, látható, át is rajzolta, nézzük is meg, mit alkottunk, rányomok, és elindul az átmenet, szépen lassan, elég hosszadalmasat készítettem, de hát lényeg a lényeg. Arra figyeljetek, hogy itt is futni fog egy kis vonalka, erre majd ki fogok térni, micsoda látható, az átmenet működik, szépen egymásra rakja, vagy inkább átengedi a képet, és utána, amikor lefut, tehát elér a másikhoz, akkor már a második sáv, tehát a felső sáv fog látszani. Effektusok. Az effektusok azok egy kicsit bővebbek, azaz elég sok effektusunk van, mindenkinek a kedvence bent lesz. Ha nincs valami olyan extrém elképzelésed a dolgokról, az effektusok között megtalálod azt, amit szeretnél. Alapesetben, hogyha te egy klippet használsz, vagy rákattintasz egy klipre, ott lesznek beállított, alapbeállított eszközeid, tehát nem kell ráhúzogatni az effektusokat, de kijelölhetsz itt egy plusz effektust, és ide, ebbe a listába be fog kerülni. Nyilvánvalóan a Transform, ami a legegyszerűbb effektus, és ezt szeretném bemutatni, ezért gyorsan át is rendezzük itt a berendezést, kitöröltem azt a sávot, amire nincs szükségem, és fölé teszek egy képet, egy akármilyen képet, legyen ő a kép,
és jól meghosszabbítjuk, és mit látunk? Mit látunk, hogyha itt megy a vonal, akkor oda előre ugrik. Hát nyilvánvalóan én nem ekkora kis bigyuszt szeretnék oda középre tenni. Rámegyek, kijelölöm azt a sávot, azt a klipet, amit kell, és hát őneki ekkora a mérete, de hát a skálázottsága 100%, de az nekem kicsi legyen 300%. Rögtön majd meglátjátok, hogy sokkal nagyobb lesz, ha én ezt idehúzom, és ezt mozgatni is tudod, ezzel szépen tudod bepozícionálni, hozzáteszem, az egérrel is skálázhatod és mozgathatod. Azt kell mondanom, kényelmes, és szerintem a mögöttes programkód lényegesen jobb, mint a KDN Live-on. Itt kényelmes és valóban működőképes ez a mozgatás. A mozgatást meg tudod tenni kézzel is, vagy az értékek beállításával is, és észrevettük, itt valamilyen kis pöttyök vannak. Itt valami kis pöttyök vannak. Ennek a használata nagyon professzionális. Ezek a keyframe-eket adják meg, tehát azokat a jelölő szinteket, értékeket, pontokat, időpontokat, vagy képkocka számot, ki hogyan értelmezi, ahol valamilyen esemény van. Én a skálázással szeretném ezt bemutatni, mert ez a legegyszerűbb, azaz helyezzünk el ilyen értékkel ide egy képpontot, majd húzzuk valahova ezt a kis vágóélt, és utána változtassuk meg az értéket, legyen nem 378, hanem 550, és oké. Nézzük is meg, mit alkottunk. Egy picit átrendeztem menet közben a kinézetet, és elindítjuk. És ahogy látni, lefutott, azaz a nagyítás megtörtént, kinagyította a meghatározott távolságba azt, amit mi szerettünk volna kinagyítani. És hasonlóképpen hozzá tudunk adni olyan pontokat, ahol a forgatás, a méretezés egyebeket készítse el, azaz keyframe-et hozzáadunk most, egy pillanat leállítom, hozzáadunk egy nulla forgatást, majd itt, egy picit odébb, bizony legyen a forgatása ennek mondjuk 10 fok, és leokézzük. Ugyanúgy látható, itt ha visszahúzom, akkor visszakerül ide, és ahogy megy egy kicsit gyorsítva húzkodom, akkor a forgatás megtörténik odáig a pontig, amíg a 10%-ot beállítottam, és ezután a 10 fokos elforgatás megmarad, hogyha én ebbe a pillanatba ide még egy értéket beírok, például azt, hogy 20, akkor utána eddig a pontig 20%, illetve 20 fokba el fog fordulni. Ha képbe kerültél az effektusokkal, akkor érdemes egy kis trükköt bevetni. Ha az effektusod annyi, hogy elhalványítasz valamit, elforgatsz valamit, azaz egy keyframe van vagy kettő, akkor erre nincs szükséged, de hogyha bonyolultabb mozgatást szeretnél, akkor természetesen már érdemes ezt a gondolatot megtenni. Nézzük is meg, ugyanezt a kis képet fogjuk mozgatni. Kinagyítom, rá kattintunk, és természetesen a transformat szeretném bemutatni. Első körben itt az elején elhelyezünk egy keyframe-et, aminek a mérete 100%. És kinagyítjuk ennél a keyframe-nél, rákattintottam, megkapta a keyframe-et, itt 500% lesz, és oké. Okay. A következő lépés, a következő pont itt legyen, aminek legyen mondjuk egy keyframe, megkapta, és ő legyen 200%, azaz a nagyítás, kicsinyítés történjen meg. Kinagyít, összemegy. Nagyon ügyesek vagyunk. Oké, akkor ezekhez jó lenne, hogyha hozzáadnánk elforgatást is. Elforgatás, rotáció az elején legyen nulla, megkapja a keyframe-et, erre figyeljünk, akkor oda tudod húzni, hát itt azért idáig forduljon el 90 fokba, akkor hozzáadjuk a keyframe-et, megadjuk az értékét 90, 90, nem 900, és el is fog fordulni,
A végére pedig, illetve ennél a keyframe-nél hozzáadjuk a következőt, itt pedig forduljon el mondjuk 120 fokba, hogy látványosabb legyen. Oké, nézzük meg, hogy mit csináltunk. Forog, elfordul, szuper! Akkor szeretnénk egy olyan gondolatot, hogy a középső magas, tehát nagy mérettől kezdve halványodjon el. Hát akkor természetesen a keyframe-hez odahúzzuk, oda próbáljuk húzogatni a vonalunkat, és itt az értékhez kap egy keyframe-et, és a végére, tehát amire így összemegy, akkor tűnjön el az érték, tehát átlátszatlan legyen, és el is tűnt. Oké, szuper! Mi itt a probléma? Nincsenek szinkronba. Természetesen ezt kitörölheted, idehúzhatod, és akkor bepontosíthatod az előbbi slendrián mozdulatomat. Természetesen, hát láttátok, hogy nem ennyire pontatlan szoktam lenni. Idehúzzuk, és beállítjuk hozzá. Mozgatni tudjuk. És innétől fog majd ezentúl elhalványodni, tehát pontosan be is állíthatod. Ha már nem elég ez, akkor két lehetőség van, tehát kicsi lesz ez a kép. Mivel ez az ablak elég kicsike, két variáció van, akinek két monitorja van, kiteszi ezt a másik monitorra, és ezt kinagyítja ezen a monitoron, és akkor már szépen látja, vagy pedig becsukogatjuk azokat az ablakokat, amire éppen nincs szükségünk, rögtön nagyobb lett, és kényelmesen, jobban láthatóan tudod mozgatni. Ez így első hangzásra elég bonyolult, meg különben is mi a fenét kínlódjak vele felkiáltású, de én azt mondom, hogy aki erre ráérez, hogy a keyframe-eket milyen szépen tudja ezzel szabályozni, főleg hogyha hosszabb, összetettebb, akkor ráérez arra, hogy ez egy kicsit a KDN Live-ba nehézkesebb. Oké. Hát nézzük is meg, hol tartunk. Tudunk vágni. Az alapműveleteket tudjuk, tudunk effektusokat hozzátenni. Egyet mutattam, nem az összes effektus bemutatása volt a lényeg. A következő gondolat az, hogy átmenetet is megnéztük, azaz már összetudunk szerkeszteni, összetudunk rakni egy-egy olyan videót, ami nekünk kell. Ezt meg kell tanulni. Nem is volt célom bemutatni az egésznek a használatát. Egy kicsit túlzottan is kitértem a keyframe mozgatásra, mert ez számomra nagyon kényelmes az, hogy oda kerülnek a keyframe-ek. Ott változtatod meg az értékét, ahol akarod, odahúzod, megnézed az értéket, változtatni tudsz, látod a monitoron, hogyha úgy van, hogy éppen mit változtatál, tehát szuperül összetudsz hozni egy bonyolultabb effektusokat is. Oké, nézzük is meg, hogy miről szól a menüsor. A menüsorban alapvetően igazából az első részben nincs különösebb izgalmas dolog, exporttal tudod kiexportálni azt a elkészített eszközt, ezzel tudod renderelni, amit szeretnél, a beállításokat nyilvánvalóan olyanra állítod, amilyenre akarod, és így elkészül a videód. A másik az editálás, itt nézd végig az összes lehetőségeket és az alapgyors billentyűket, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy ha te a kijelölt vágásnál a del gombot nyomod, a ripple delt nyomod, vagy a splittet nyomod. Nézd meg a kettő közötti, három közötti különbséget, a többi is egyértelmű, aki már használ videóvágót, az el fog igazodni. Itt semmi érdekesség nincs. A nézet gombot, hát kicsinyít, nézetnél kicsinyít, nagyít, egyéb, hát nem fog senkit meghatni, azt hiszem egyértelmű. A playback gyorsítod, lejátszott, középre ugrik, egyéb ilyen dolgokat tud, újdonság nincs. Ablakok kibekapcsolása, azt hiszem ebben semmi újdonság nincs. Tools, eszközök. A eszközöket én inkább itt használom, nem gyors billentyűvel, de gyakorlatilag gyors billentyűvel is elő tudod hívni őket. Igaz, nem mentünk minden végig, nagyítás, kicsinyítés, kész, hát, na hát nem óvodát tartunk, hanem csak rá akarok mutatni a preference beállítások. A beállítás menü eléggé egyszerű, tehát magyarra nem lehet átállítani, kellemetlen. Új program, még nem volt lelkes ember, aki átírja magyarra a dolgokat, de hát ez van.
A következő itt a megjelenítésnek, hullámforma megjelenítésnek a mértékét és minőségét fogod beállítani, érdemes ezt beállítani rendesen. A következő különböző scrollozások, linkek, egyebek beállítása igazából egyszerű, nem hozott semmi újdonságot. A kinézetet, azt hiszem 2-3-4 kinézet van, gyakorlatilag én a sötétet szoktam használni, saját beállítást is össze tudsz hozni. A playbacket, az audiót be tudod állítani, itt azért vannak verziók, hangfelvétel, hanglejátszását be kell állítani. Nyilvánvalóan, és a keyboardot, tehát a billentyűzetet át tudod írni nagyon professzionálisan, és hogyha kész van, érdemes kiexportálni, és akkor utána vissza tudod hozni. Ennyi. Azaz, itt a beállítások panelnél, a preferenceknél nincs olyan, ami meghaladná egy átlagos embernek a képességeit. Egy kicsit mókolni kell a gyors billentyűkkel, ők mást használnak, mint amit én megszoktam, és át kellett állogatni saját képemre ezeket. Hátrány, hogy egy funkcióhoz egy gyors billentyűt lehet beállítani. Igen, tehát nincs olyan, mint a KDN Live-ba, hogy kettőt is hozzá tudsz tenni, de hát ez van. Ez van, ennyit tud. Összefoglalva, egy nagyon kényelmesen használható, kézre álló, de fejlesztés alatt lévő eszközt mutattam be. Egy nagyon jó kis programot mutattam be, de tudni kell, még alfa verziójú, de hobbi szinten mindent meg fogsz benne találni, és én azt mondom, bár úgy is tudjátok, hogy a KDN Live a szívem csücske. Azzal kezdtem, azt használom, elég jól megismertem az összes hibáját, nyugjét. Azt kell mondani, hogy ez a rész, tehát ez a grafikus, ide-oda tologatásos rész, nagyon belopta magát a szívembe, és előfordulhat, hogy későbbiek folyamán az effektelés könnyűsége miatt a monitoron, már mint a nézőképen való pontos mozgathatóság egyéb miatt a KDN Live ez időnként elég nehézkes, akadozik, kattog, az effektusok megjelenítése nem a lerendelése, természetesen időnként lagol, ugrik, nyösszög a hang, szóval lehet, hogy egy kicsit erre is áttérek, mert nagyon-nagyon belopta a szívembe magát, mert egy egyszerű, szikár, minden olyat tudó programot készítettek, ami jól működik, tehát érezni lehet azt, hogy az én gépemen a kettő, KDN Live, és ekközött ez sokkal simábban fut, gyorsabban és pontosabban, és akadásmentesebben fut. Hát, köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok! Mindenkinek jó olív kísérletezést, de még egyszer mondom, ez az ő vélemények szerint alfa verziójú. Tehát, hogyha az életed legfontosabb videóját, ami 20 órás, és beleölsz 3 napot a vágásba, azt azért nem ezzel kéne vágni, annélkül, hogy kipróbálnád. Nekem nem volt vele problémám, egy videót vágtam meg, az szuperül ment, 20 perc, a videó semmi, szó szerint vett, semmi problémát nem tapasztaltam. Na, sziasztok, és jó kísérletezést!